A szeptember a szarvasbőgés ideje, a nász időszak pedig fokozott aktivitást jelent. A bikák a párzási folyamatban kevésbé figyelnek arra, ha közútra tévednek. Ezért az erdős vagy erdő közeli területeken az autósoknak nagyobb figyelemmel kell közlekedniük. Tehenek a borjaikkal már össze vannak állva kisebb-nagyobb csapatokba, és akkor ezekhez a csapatokhoz csatlakoznak a bikák, és aztán megvívják a saját harcaikat egy-egy csapatnak a idézőjelbe tulajdonlásáért. A bikák csak a szeptemberi időszakban csatlakoznak a tehenek és borjak csapatához. A fiatalabb bikák nagyobb csoportokban úgynevezett rudlikban járnak, az idősebbek inkább egyedül, esetleg két-három hasonlóval összeállva. Szeptemberben ők is ellenfelekké válhatnak. Amikor két olyan állat találkozik, amikor egyértelmű az, hogy az egyik sokkal erősebb, mint a másik, mert mondjuk idősebb, vagy a másik meg fiatal, még kisebb testű, kisebb az a gancsa, akkor nyilván nem kerül sor küzdelemre vagy harcra, mert fölmérik azt egymás között, hogy nem azonosak az erőviszonyok, de amikor két azonos erőviszonyú bika találkozik, akkor ők nyilván harccal fogják eldönteni, hogy most ott kijogosult annak a rudlinak a felügyeletére. A bakonyerdő nem alkalmaz erdőlezárást, a természetjárók felé azonban kéréssel fordulnak. Azt kérjük, hogy aki kirándulást tervez, az lehetőség szerint ezt a nappali órákba tegye. Tehát most ebben a szeptemberi időszakban az azt jelenti, hogy mondjuk reggel 9-től délután 4 óráig tervezze ezt a kirándulását, akkor a szarvasok is pihennek, utána kezdenek el mozogni, utána zavarják legkevésbé őket. Azért is érdemes inkább a nappali órákban kirándulni, mert a szarvasbőgés idején fokozott vadászati tevékenység is zajlik, ekkor vadásznak leginkább szarvasbikákra. A nappali időszakban azonban nem kell tartani a bikáktól, ők szarvasbőgés idején is kerülik az embert. A párzási időszakban főként a bikák fáradnak el, náluk jelentős testsúly csökkenés is tapasztalható. A tél előtt egy ilyen feltöltődő időszak következik, amikor a lepotyogó makból, a levelekből, hajtásokból minél több energiát, minél több tartalékot próbálnak maguknak a térre föltartalékolni, hiszen hát a bikáknál ez nagy súlyveszteséggel is jár, tehát a szeptember elejé testsúlyuknak akár a 20-25%-át is el tudják veszíteni. A szép őszi kirándulásokról tehát nem kell lemondani, ember és természet békésen megfér egymás mellett, ha az ember partnerként tekint az őt körülvevő környezetre.